Amikor a középkorban, amikor a monetáris tőke hogy ráfenekelt az európai világra, az angolok miatt, mert az angolok voltak, először a parasztokat elzavarták a földjeikről, akkor fokozatosan törekedtek arra, mindent megtettek annak érdekében, hogy a természetes műveltség, amely vele születik az emberrel, meg amelyik nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, az eltűnjék az emberekből. Tűnik, akinek természetes műveltsége van, Isten adta dolog ez, azt nem lehet mindennel bepalizni. Ezt pontosan tudták. Tehát attól kezdve mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az eltűnjék, megszűnjék. Egyetlen egy ország volt kivétel ez alól, ez Magyarország. Magyarország, mert nekünk olyan alkotmányunk adatott, amely szerves alkotmány, a világ egyetlen szerves alkotmánya, a Szent Koronaton alapján formálódott, még ha a Szent Koronaton nem is volt meg akkor, amikor az aranybúla készült, amelyik ezt lehetetlenné tette. Bár a Habsburgok, akik ennek a monetáris tőkének a szolgálatában voltak, mindent elkövettek, hogy eltüntessék a Kárpát-hazából is ezt a műveltséget, amely a holnap utánnak a műveltsége, ez nem sikerült. Ez a válság pedig abból következik, hogy a monetáris tőke az öntelhetetlen. Az telhetetlen, és mindent elkövet annak érdekében, hogy azok az emberek, akik már kiszolgáltatottak, akik a kezükben vannak, azok az emberek minél többet fogyasszanak. Minél több fogyasztás, az nekik hozza hasznot, és odáig jutottak ebben minél több fogyasztásba, hogy hát nincs mögöttem már semmiféle fedezet. Tehát hitelt adtak, hogy fogyassz ember. Még kapsz hitelt, még fogyassz ember, csak ezt a hitelt már nem tudják az emberek visszafizetni. Tehát a mohóságuk, kapzsiságuk juttatta ide az egész civilizált világot. Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Itt a Hungária Televízió Paras stúdiójába ücsörgünk. Jó alaposan fel vagyunk öltözve, mert kiszorultunk a stúdió belső teréből, úgyhogy most itt egy kicsit, hogy úgy mondjam, ilyen hogy nevezik az állatokat, hogy tartják, rideg tartásban vagyunk mi is itt most egy kicsit, és Fakkelman István barátommal most megpróbálunk egy kicsit beszélgetni majd arról, hogy néz ki ez a helyzet itt Ásotthalom és környékén. Ugye egyik oldalról én rendszeresen találkozom, ugye én Szatymazon, a szatymazi tanyára járok ki szinte naponta, rendszeresen találkozom ott a migránsokkal, és meglehetősen nagy meglepetés számomra, hogy most már osztrák rendőrök is vannak a magyar rendőrökkel, és lesegítik a vonatról a migránsokat. Én nem viccelek, amikor azt mondom, hogy lesegítik őket, mert tényleg ez a történet. Hogy nálatok ez a probléma mennyire akut, és hogyha ezt kitárgyaltuk, ezt a migráns kérdést, akkor utána beszélgessünk egy kicsit majd a földkérdésről is, mert azt hiszem, hogy az egyik legkomolyabb probléma ma Magyarországon az, hogy szép lassan veszítjük el a földeinket, ugyanis a földtörvény sajnálatos módon, de nem védi meg a magyar földet, de ez majd a második etap lesz. Akkor kedves István, migráns kérdés, parancsol! Szeretettel köszöntöm én is a Hungária Televízió nézőit. Hát valóban olyan helyről jövök, aki jogosan nyilatkozik, és tudja, hogy miről beszél, mert a hírekben hallani sok minden dolgot. Amit te mondtál, hogy úgy segítik le az osztrák rendőrök a migránsokat a vonatról, régen ezt egy kicsit egyenesebben elintézték, de most úgy tűnik, úgy kell velük bánni, mint a hímes tojással. Hát mi se máshogy csináljuk úgy Ásotthalmán többnyire, de nagyon sokan vannak. És most gondoljátok el, és gondolják el a kedves nézők, hogy ahogy ez a gúnyhatár oda van húzva, egy kerítés a mi oldalunkon, hozzánk csak 1000 migráns jön ide egy nap Ásotthalomra. Vagy a fene tudja mennyi. Amennyit megfognak, annak a többszöröse jön nyilvánvalóan. Világos. Mert az ember csempészet azért, ha nem működne, akkor nem csinálnák, de hát akkor nyilván működik az egész. Rengeteg elhagyott autó bizonyítja, mert olyan háborút folytatnak egymással szembe is már a különböző szervezetek, a migráns szállító embercsempész szervezetek, hogy már egymásnak a kocsijait teszik tönkre.
hogy ne legyen partnere utána az afgán, vagy akármelyik annak. Na de a másik oldalán mi van? Ahonnan jönnek az ott élő délvidéki magyarok, nap mint nap 0-tól 24 óráig ki van téve ennek a migráns hordának. Bocsáss meg, de hát pontosan ez a szörnyű, és a kedves nézők ezt szerintem pontosan fogják érezni, hogy mi nagyon-nagyon jó baráti viszonyt ápolunk ugye a belgrádi kormányzattal, a belgrádi kormányzat pedig pontosan azért engedi ezt az egész játékot, hogy eltüntesse a délvidéki magyarságot, főleg a határ környékéről. Ugye akárhogy is van, de azt a területet, legyünk egész őszinték, nagyon-nagyon igazságtalanul kapták meg, hiszen egyáltalán szó sincs arról, hogy ott bármiféle többségbe lett volna a szerb többség. Nem volt szerb többség, nemhogy nem voltak többségben, egyáltalán nem volt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a magyarság, illetve a németajkú svábok voltak döntő többségbe. Horvátok volt a következő nagy nemzetiségi csoport, és a szerbség csak ez után következett. Úgyhogy egyértelmű, hogy miért engedik át ugye azon a déli határon, mert ott kellene megfogni a déli határnál, Szerbia déli határánál kellene. Bizony, és hogy ott miért engedik őket át, hát ennek ez az oka, hogy a délvidéki magyarságot szeretnék teljes mértékben távozásra késztetni. Hát ha azt nézzük most, hogy 2015-ben kezdődött, 14-ben kezdődött ez az egész fölvonulás, először ugye a koszovói albánok jöttek ide, hogy úgy mondjam, azok tesztölték azt a határt, Európának a schengeni határzónáját, hogy melyik a leggyöngébb láncszem. Igen. És az bizonyosodott be, hogy Magyarország a leggyöngébb láncszem az egészbe. 2014-et írunk, 2015 elejét, és utána, amikor a koszovói albánok már átjöttek elég számmal, már pedig az ő magaviseletük és a mostaniak magaviselete között rendkívül nagy különbség van, ezt meg kell mondani. És akkor ugye le kellett volna zárni a jugóknak, tehát Szerbiának az ő déli határát. 7 év után kezd rájönni, 8 év után a szerb kormány, hogy na talán megcsinálják ezt a kerítést, mert ugye most szó van erről, hogy tényleg valamennyit jelent, mert nem özönlenek, hogy úgy mondjam át, de visszatérve arra, hogy a határ másik oldalán, ahol Ásotthalom testvértelepülésre Királyhalom, és az ottaniak ugye egy saját őrséget állítottak már föl, saját lakosaik erősebb embereiből, hogy legalább be ne menjenek a Királyhalomra, hanem maradjanak a Makos erdőn, meg a különböző külterületek erdőségökön. Igen. Ennyit tudnak elérni, többet nem tudnak elérni, mert a szerb kormány, emlékeznek biztos a kedves nézők, 2015. szeptember 16-ára, amikor is a röszkei áttörési kísérlet volt. Bizony. 15-én lezártuk a határt, és 16-án már is át akartak törni. Én személyesen ott voltam, és egy 2 óra hosszát ott eltöltöttem, és azt kérdeztem az ottani határrendészöktől és honvédőktől, hogy hol vannak a katonák innen, hol vannak a géppuskák, hol vannak a nehéz tüzérség, meg a többi, amikől, és megnyugtattak, hogy nyugi faki, itt vannak, csak te nem látod. Hát mondom, ez a probléma, én látni szeretném, meg az a sok ember látni szeretné, hogy mi meg tudjuk védeni a határt, képesek vagyunk. Mert abban a pillanatban, azon a napon ez nem volt teljesen biztos, hogy meg tudjuk védeni. Nagyon meleg volt, arra emlékszem, nagyon meleg volt, és a rendőrök ugye fő voltak öltözve, meg a biztonságiak mindenféle nehéz ruhába, egymás után kókadtak el, mert olyan iszonyatos meleg volt, és kellett hátrébb vonulni és újakat küldeni. De a lényeg, visszatérve megint a határ két oldalára, mi a szemetet szenvedjük el, az, hogy naponta átjön ez az 1000 ember, és a tanyavilágunkat végig dorbézolja. Hát most gondoljátok el, most az előbb mentem az egyik barátomhoz, a Ásotthalomról jöttem én meg be. Tész Hatymazra jársz időnként, én meg Szegedre járok időnként, mert inkább Ásotthalmon vagyok a tanyán, és hát mint alpolgármester ugye egy-két dolgom azért akad, és ahogy jövök ugye az akácerdőkbe, aminek már nem van a levele,
az esőtől a friss fű növedék föl van nőve körülbelül egy olyan 15 centi magasságú. És a migráns csapások úgy látszanak rajta, mintha az autó ment volna két akászfasor között, éppen elnéztem még vissza, és mentem megnézni, és miközben látom, hogy itt egy hátizsák, amott egy hálózsák, emitt egy halomszemét, ott minden van. És ezt a délvidéki magyaroknak, határmentiekben mind naponta 24 órába kell ezt szenvedni. Miért nem segítenek azoknak az embereknek hatékonyabban? Ha ez szándék volt, hogy a szerb kormánynak ez volt a szándéka, hogy te mondod, hogy innen a magyarokat, valamiképpen elküldje, elüldözze, hát üzenem azért a szerb kormánynak, hogy elég szívós a magyar, azt meg fogja magát védeni. Lám, királyhalom is egy önkéntes brigádot állított föl, de azt elszenvedni, ezt a nyomást, ezt a szemetet. Na de nézzük csak meg, kik gazdagodnak ebből meg az embercsempészökön kívül? A létrakészítők. Annyi létrát nem gyártottak és nem tudtak eladni, mint amit most. Legutóbb, bocsáss meg, te történész vagy, és te jobban tudod azt, hogy az Egri vár pont ostroma mikor volt, hát amikor kedves... 1552-ben. 400 évre rászülettem. Na látod. Most már megjegyzem akkor. Biztosan. Én is akkor egy idősek akkor vagyunk. Akkor volt ilyen létre a biznisz, biztosan, igen, mert igen. Akkor küllött a létre. Igen. Másik hálózsák, harmadik hátizsák, negyedik cipő, ruha, kaja, mindenféle dolog, föl vannak úgy szerelve, hogy máma az egyik barátom tava mellett látom, hogy ott a hátizsák, és aki velem volt, az mondja, hát megnézi, mi van benne. Kinyitotta, azt abban volt az üdítőtől, a kekszön köröztől, a gatyán, sapkán át, mindenféle nyavaja. Azt mondtam, hogy most erígy, azt mosd meg a kezed, a fene tudja, hogy mit hoznak, mert a közegészségügyi dolgot még, arra még nem tettünk pontot. Hogyha nem mutatom a kedves nézőket, és belefér a dologba, persze, akkor hadd mondjam meg, hogy 2015-ben, amikor ásotthalom külterületén két gyűjtőpont volt, hogy a migránsokat oda szállítottuk a két gyűjtőpontra, és ott táboroztattuk, hogy úgy mondjam őket. Kihívtam a kölyált, most ANTS már neve, vagy már az se, hanem valami más, hogy jöjjön ki és nézze meg, hogy milyen kockázatot jelent ez humán egészségügyi vonatkozásban. Igen. A két tábort megnézték, már el akartak menni, mikor mondtam, legalább a klozetban nézzenek be, hogy mi a helyzet. Oda ment egy határ, nem vadász, az nem jól mondva, egy honvéd srác, fölhúzta a gumikesztyűt, kinyitotta a klozet ajtót, mindenki hanyatt esett, a bűztő, a szemétő, a mocsoktó, mert se tudják, hogy ki használni a klozetot. És amikor húzta le a kesztyűt a katona, akkor azt mondta, utána megmosta a kezét a zsebébe, elővött egy flakont, a katona megmosta a kezét, visszatötte, mondta az ANTS-ös hölgy, az egyik, meg két hölgy volt, hogy mutassa csak meg, hogy mivel mosott kezet. Elővötte, mutatta, azt mondja, uram, ezen nincs címke, magát megbünthetetném 50 000 forintra emiatt. Én megkértem, hogy innen most húzzanak el, mert nem azért hívtam össze ide önöket, hogy a katonákat megválják, hanem hogy azt állapítsák meg, hogy a migránsok milyen nyűvet hoznak be, meg milyen járványveszélyt jelentenek. És a katonát akarták megbüntetni, hát erre futott akkor az erő. De tudod, hogy ez úgy van, sajnos úgy van, hogy mindig a gyengébb irányába próbálnak fellépni. Hát sajnos kedves nézők is pontosan tudják, hogy azok a magyar autóvezetők, akik egyébként teljesen szabályosan haladnak, azok nagyon-nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy szabálytalan, most idézőjelben mondom, külföldieket nem nagyon kezdenek el vegzálni a rendőrök. Mi lehet ennek az oka? Hát roppant egyszerű. Egyszerűbb a magyart megbüntetni, mint azt a külföldit, mert lehet, hogy a külföldiről véletlenül kiderül, hogy migráns, lehet, hogy véletlenül kiderül róla, hogy nincs is jogosítványa, ó, az már akkor bonyolult, már külföld, stb. Azzal nem akarnak foglalkozni. Egyébként nekem az a véleményem, hogy ez a határkérdés csak és kizárólag akkor oltódik majd meg, amikor visszarakjuk az aknazárat. Én tudom, hogy ez egy nagyon
merész és nagyon kemény mondat, de nincs más megoldás. Az aknazár lenne az egyetlen olyan, ahol a személyeket nem tudná az ügyészség meg a bíróság vegzálni. Két dologtól félnek a migránsok. Igen. Az egyik a fegyvertől félnek, a másik a kutyától. Semmi mástól nem félnek. A fegyvert nem használják, nem használhatjuk, bár nincs betiltva, hogy mert fővetettem, hogy a tűzparancsot adják ki, mondták, hogy az ki van adva, hogyha megtámadják, lehet lőni. De hát a hazánkat támadták, meg azt mégsem lövünk. Igen. Másik a kutyák, akár házi kutya van otthon, jó őrző házi kutya, akár a rendőrnél vagy a katonánál kutya van, határőr kutya, hogy úgy mondjam, annál jobban nem félnek. A csehök hoztak magukkal kutyát, jobban, magyaroknál is van valamennyi, de nagyon kevés, körülbelül legalább 10-szer ennyi kellene, mint emberből is, mert ahogy mondtad, hogy a határkerítés önmagában nem sokat ér, hát most a tanyám őrizetlenül van, a kutyám ott van, rendben van. Hónap már én is ott leszök, ha valaki begyűn most, akkor bejön, az kész. Lefújja a kutyát, vagy valamit csinál. Na de ha nincs élő őrizet a határ mellett, elég létszámú, akkor természetesen így átjönnek és át tudnak jönni. Sajnos. Sajnos ez egy nagyon nehéz kérdés, és mondom, én nem látok, bár látnék más megoldást, de nem látok más megoldást. Arról nem is beszélve tudod, hogy az embernek mindig felmerül az agyába, hogy milyen erkölcsiségű emberek ezek, hiszen ezek zömmel fiatalok, férfiak, ugye? Így van. És otthon hagyják az anyjukat, az apjukat, a feleségüket, ha idősebbek, a gyerekeiket, testvéreiket, és azt merik mondani, hogy ők a háború elől menekülnek. Hát milyen gyáva férgek ezek, hogyha ott hagyják a hazájukat, ahol egyébként állítólag háború van, hát nem oda kellene állni, és a hazát kellene nekik védeni? A másik legnagyobb gond, ami bennünket ér, az a mezőgazdasági kár, amit elszenvedünk. Igen, igen. Ez ugye egyik adásban talán mondtam, hogy havi 5-10 millió forint, ami csak ásott halomnak a bejelentett kárait jelenti. Ennél jóval nagyobb, jóval nagyobb. És ugye, mint említettem már korábban, hogy 2015-ben még a Magyar Agrárkamara mellénk állt, most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem állt mellénk. Kijöttek, körbenéztek, elismerte a megyei elnök úr azt, hogy tényleg ez valós kár, meg minden, és amikor most elküldtük hozzájuk a levelet és a kárbejelentéseket, akkor mondták, hogy sajnos nem tudnak támogatni. Hát akkor kiáll a magyar parasztember mellé? Kiáll a gazdaember mellé? Hát igen. Egy politikai szervezet, mert a Mi Hazánk mozgalom mellé odaáll keményen, és kiköveteljük részben a kisgazdapártnak egy bizonyos szárnyával, ami megmaradt és hozzánk társként csatlakozott, részben pedig maga a párt kezdeményezni fogja a kifizetést. Tehát a politikai szándék az, hogy hadd jöjjenek, ne állítsuk meg a határnál, eresszük rá a védtelen lakosságra, a tanyavilágra ezeket az embereket, akik kénytelenek fegyvert használni, vagy valamit védekezni, azt ha kupán vágnak egyet, akkor még őt büntetik meg, vagy a mi mezőreinket, hogy megállították. Igen. És azt mondták, hogy állj, azt még őket veszik elő és büntetik meg, hát akkor miért engedik ide őket? Ne engedjék, hogyha a politikai szándék ez, de ennek van gazdasági következménye. Tessék akkor a gazdasági következménynek helytállni, és kifizetni mindazt, amit okoznak, és elszállítani a szemetet a karmelita korostorba, vagy a belügyminisztérium elé, vagy akárhova, mindegy nekem hova, de sajnos az a helyzet állt elő, és engedjék meg a kedves nézők, hogy ezt megosszam, hogy a napokban bejött egy 18 éve ásotthalmon élő tanyagazda, egy tanyás ember, aki egyébként 56-os emigráns volt, mint ahogy elmondta ő, és kérte azt, hogy a szemetet gyűjtsük össze mi, az önkormányzat, és kérdezte, milyen szemétről van szó. Azt mondják, nem, menekült szemétről van szó. Mondom neki, az nem menekült szemét, az migráns szemét. Nem, azt mondja, az menekült. Én mondom, miért mondja ezt? Azért, mert ő 56-ban diszidált, és embernek tekinti őket, mert hasonló sorsúakat vél fölfedezni benne, de mondom, ember, hát ezek migránsok. Maga elment Ausztriáig, ott megállították azt, amikor valaki befogadta, onnan elvitték, vagy elment oda. Igen. Ezek meg onnan el akarnak menni, amoda,
hat országon köröztél át. Igen, az első biztonságos, biztonságos országba kellene nekik valamilyen úton, módon tábort létrehozni, és nem Magyarország az első biztonságos. Igen, és azt kellett mondanom nekünk, mint alpolgármesternek, hogy nem segítünk ebbe, igen, mert nincs rá pénz. Az előbb említetted, hogy most rideg tartásban vagyunk itt, és igen, bizonyos, mit tudom, 6-7 fok körüli hőmérséklet van itt körülbelül, lesz ennél hidegebb, de most szokjuk az energiaválságot, a krízist, igen, és hát ehhez szokunk hozzá, hogy az önkormányzatban a 18 fokot tartva a kolléganőim köhögnek egymás után, meg nagykabátban vannak, meg bundabugyiban, meg azt nem néztem, de vastag nadrágban, meg harisnyában járnak, hogy ne fázzanak abban, meg nem szokott idébe. Mi most ehhez jól asszisztálunk itt, mert itt is olyan idő van, de hát egy parasztembernek, ha ez gond, akkor... Nem, hát sőt, megmondom őszintén, a ridegtartás ugye az állatok esetében is az edzettséget mutatja, és azt kell mondjam, hogy az, aki ilyen helyzeteket, mint amit mi most felvállaltunk, felvállal, az bizony edzetté válik, és az sokkal kevésbé fogja majd megtámadni a legkülönbözőbb betegség. De akkor lapozzunk egy kicsit, és erről a migránsügyről térjünk át a földkérdésre. Tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon igen jelentős ma már a külföldiek földvásárlási aránya, és ezzel kapcsolatosan lehet, hogy már kérdezzelek a múltkori alkalommal, de újra meg kell kérdezem, hogy és itt a Dél-Alföldön hogy áll ez a helyzet, mert nekem vannak barátaim, akik Békésben például jelezték, hogy bizony-bizony románok jönnek át és vásárolnak földet. Arról nem is beszélve, hogy ugye a nyugati határ mellett ugye elsősorban ugye Zalába van kapcsolatunk. Zalába viszont az osztrákok nagyon jelentős földmennyiséget felvásároltak. De hát nem csak ilyenekről tudok én például tudom, hogy Szatymaz környékén néhány holland úriember is vásárolt tanyát, illetve földterületet. Mit látsz? Mert ugye a hollandoknál, hogyha tényleg emelkedni fog a tenger, és visszaveszi azokat a területeket a tenger, amiket ugye ők ilyen gátakkal ott a tengertől el szipkáztak, akkor bizony nekik óriási szükségük lesz arra, hogy valahol termőföldet tudjanak szerezni. Hát egy különös információ volt számomra az, hogy Debrecenben, ahol a legjobb aranykorona minőségű földek vannak, ott ugye a BMW gyár 400 hektárt eltulajdonolt a magyar államtól, tőlünk, a magyar királyságtól, mint ahogy te így szoktad van ezt mondani, és ezt a 400 hektárt a legjobb földek köntötte meg. Miért nem egy rossz homokon? Miért nem elég az, hogy más gyöngébb minőségű talajra engedik rá a beruházókat, mint a legjobb minőségű földeket, ahonnan, ha már Hollandiát említetted az előbb, ahonnan Debrecenből kitermelt egy méter mély humuszt, ami évmillióknak a gyönyörű gyümölcse és termő ereje és termő talaja, ezt az egy méter mély földet 400 hektáron, aki matekosan szorozza ki, hogy hány tonna, meg mennyi, ezt Hollandiába vitték ki. Hollandiába. A magyar földet oda elvitték, pótolhatatlan veszteséget okozva nekünk, és azok, akik engedik ezeket a földeket így kisajátítani, művelési ágat változtatni, sőt a művelési ágból kivonni ezeket a földeket, és ilyen beruházásoknak odaadni, hát ez, azt mondom, hogy ez vérlázító számunkra. Nyugodt szívvel ki lehet azt mondani, hogy ez bizony a hazaárulásnak egy speciális formája. Arról nem is beszélve, ugye, hogy azt mondtad, hogy eltulajdonolta. Nos, ugye a alaptörvény preambulumában van egy zseniális mondat, amit én állandóan szoktam emlegetni, és fideszes barátaimnak mindig mondom, hogy gyerekek, azért ne felejtjük már, hogy ti írtátok ott le ezt a mondatot, hogy nem ismerjük el a történeti alkotmányunk megszállások miatti felfüggesztését. Na most, ha ezt komolyan leírta egy politikai erő,
akkor azért, kedves nézők, gondolom önök is értik, akkor az azt jelenti, hogyha nem ismeri el, hogy akkor a magyar történeti alkotmány de jure most is érvényes Magyarországon. Már pedig ha ez így van, akkor bizony itt óriási a probléma, mert a történeti alkotmányunk szerint tulajdonolni magyar földet nem lehet, csak birtokolni. Mert a tulajdon az egyfajta speciális magyar köztulajdon, ugye a régiek azt mondták, hogy a Szent Korona tulajdonában van minden talpalatnyi magyar föld, és azon csak birtokjogot lehet szerezni, de azt is csak érdemmel. Érdemmel, kedves nézők. És én nem tudom, hogy Csányi elvtársnak, vagy Gyurcsány elvtársnak, vagy most ne soroljunk neveket, milyen érdemei voltak, vagy vannak, hogy ők ilyen birtokokhoz jutottak hozzá, mint amihez hozzájutottak, és még ráadásul ugye ezek a birtokok nem is birtokként, nem is használatba kapták, hanem eladható, megterhelhető tulajdonként, ami abszolút szembe megy a történeti alkotmányunkkal. De hát itt el kellene azért döntenie lassan a magyar kormányzatnak, hogy akkor füllentettek, amikor ezt beleírták az alaptörvénybe, vagy egyszerűen csak azért írták bele az alaptörvénybe, hogy kihúzzák alólunk a lehetőségeket, hogy ne lázadozzunk, ne követelődzünk, mert ime ők milyen nagylelkűek voltak, de én ezt a nagylelkűséget nem látom semmilyen vonatkozásban. Azt kérdezted, hogy mi a helyzet felénk, hogy köllé a föld. Igen. Tanyaköl a föld, nem köll egyenlőre. Jobban dominál az, hogy tanyaköl a külföldinek. 5755 négyzetméter egy magyar katasztrális hold, az jár egy tanyával általában. A föld mellé annyira nem köl nekik. Ők úgy tűnik, mint egy menedéköt találnak itt a nyugodt hazába. Az ellen, a migráció ellen, amit ők hívogattak oda be, meg ők kezdeményeztek, meg támogatnak, igen, akármilyen szervezetéken köröztül, meg akármilyen politikai vezetésükön köröztül. És inkább eljönnek most már ide, és sajnálattal azt kell megállapítanom nekem is, hogy majdnem több a külföldi tulajdonszerzés a tanyán, vagy legalábbis gyarapodik, mint ami eddig volt. Nos, pedig azt kedves nézőknek is tudniuk kell, és szerintem tudják is, hogy amennyiben a földet, a magyar termőföldet külföldiek fogják felvásárolni, akkor nem csak az élelmiszer biztonságunk fog, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon mélyre süllyedni, úgy leromolni, ahogy csak lehet, hanem meg fog kérdőjeleződni maga az állam léte is, mert ugye föld nélkül nincs állam. Föld nélkül nincs mezőgazdaság se. És a mezőgazdaságnak, amikor én ide jártam a Kisferenc Erdészeti és Mezőgazdasági Technikum mezőgazdasági tagozatára Szegeden, akkor még úgy tanították, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztésnek körül egy olyan aránya, hogy a növénytermesztés takarmányon ellássa az állatokat, igen, az állat meg szerves trágyával segítse a növényeket és a talajtermő elveit fönntartani. Oda jutottunk most, hogy két etanolgyár, most már három etanolgyár, mert Mészáros Lőrinc is csinált egyet a Tisza mellett, Szolnok mellett, három etanolgyárba több mint 2,5 millió tonna kukoricát égetnek el, használnak föl, és most a dunaújvárosi bővítéssel az ottani etanolgyár, ami egyébként ír származású tulajdonban van, a másik az pedig amerikai és belga tulajdonban van, ezek 2,5 millió tonna kukoricából csinálnak etanolt, és a bővítéssel pedig 15 000 tonna szerves anyagot állítanak elő kukoricából azért, hogy a termőtalajba visszavigyék. Adják el nekünk. Igen. Tehát magyarul kihagyták az állatot. Igen. Ami a logikai törvény szerint van a mezőgazdaság ABC-je, növény, állat, föld, e hármasa nélkül, ha akármelyik kiesik, akkor valami nagyon nagy probléma keletkezik. Világos. És sajnos, és kiemelt stratégiai ágazatként kezeli a magyar kormány a két, most már három etanolgyárat,
és nem tudunk mit tönni, mit adjunk a disznóknak. Etanolt nyomjak a szájukba, vagy mit csináljak a benzinkútra, vigyem azt ott ötessen, még mikor kukoricát nem lehet kapni. És most ugye 18 ezer forint körül van a kukoricának a kiskereskedelmi ára, hogy 25 ezer forintig azt mondják, hogy vevők rá. Hát akkor az, igen, aki termeli, az oda fogja adni, már megint nem jut a, igen, vállalatoknak, és ez előbb-utóbb ott csapódik le, hogy nem lesz, vagy nem lesz hús, vagy importhús lesz, vagy rossz minőségi hús lesz, valami problémát jelenteni fog ez. Meg kell valljam egész őszintén, hogy én ilyenkor, amikor mindez megtörténik, akkor mindig olyan rossz szájízzel állok fel egy-egy beszélgetés után, mert rá kell arra jöjjek, hogy át vagyunk verve, rettenetesen át vagyunk verve. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy ez az átverés, ez nem csak az én személyem, vagy esetleg Pista barátom személye ellen irányul, hanem a teljes magyarság van átverve. Adóügybe lehetne szólni egy... Természetes, parancsolj meg! Ne haragudj, hogyha megbevallom ezt az egész logikai következőt. De te vagy a vendég. De akkor, köszönöm szépen, akkor, amikor a Corvin közben voltunk most fönn, és néztem azokat a hat emeletes házakat, az egyikre házat és a lakássorokat, az egyik ablakba ki volt írva, hogy eladó. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen ez az egész adórendszerünk, amely működik és sújt bennünket, áfától kezdve a jövedéki adón át, amik csak léteznek, ennek a következménye és a vége az eladó. Igen. Eladom a lakásomat, mert nem tudok mit tönni. Eladom a házamat, mert olyan helyzetbe hoztak. Nem tudtam addig még, ezt meg nem néztem, hogy ilyen adó is van, hogy eladó, de ez a vége mindennek. Világos. No, ennek megállt kell parancsolni. Széchenyi István 1843-ban mondta ki világosan, hogy a magyarság általános elszegényítése folyik. Én azt hiszem, hogy ha ma élne Széchenyi István, akkor nem ezt mondaná, hanem azt mondaná, hogy a magyarság általános elszegényítése lassan a befejezéséhez közeledik. Remélem, tudtunk pár olyan dolgot mondani, amit a fősodratú médiában önök soha nem fognak hallani, és arra kérem önöket, ha lehetséges, osszák meg ismerőseik között, és ne felejtjék el, a Hungária Televízió minden esetben arról beszél, azokról a problémákról, amely a leghúsba vágóbb ma a magyarság számára. Isten áldja önöket, és köszönöm, kedves István, hogy jöttél, és hadd adjak neked ajándékba egy Erős várunk az Alkotmányunk című munkát. Szabad megmutatnom akkor. Nagyon természetesen szépen köszönöm. És borzasztóan büszke vagyok arra, hogy jössz és beszélgetünk, mert erre van itt szükség, az igazságra. Mert ebben látom én a legnagyobb hiátust. Nem az igazságot mondják a médiákban az emberek. Isten áldja önöket. Viszontlátásra.